A nyíregyházi fiatalember 6 évvel ezelőtt a Móriczban kezdett el atlétizálni a súlylökő csapat tagjaként, ahol Harcsa Norbert ismertette meg a sportág alapjaival. Aztán Kerekes László keze alá került a jelenleg az Évízben tanuló sportoló, aki tavaly mutatkozott be a nemzetközi porondon. Első válogatottságát a svédországi junior Európa-bajnokságon ünnepelhette, ahol a 17. helyen végzett. A felnőtt fedett pályás országos bajnokságon viszont már a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel a Sportcentrum versenyzője, mivel 16 méter 85 cm-es egyéni csúccsal megnyerte a számot. Az volt a cél, hogy legalább a dobogóra felálljak, ugyanis az edzőtáborokban már dobtam 17 méter körül, úgy nagyjából be lehetett lőni, hogy ezzel úgy fel lehet állni a dobogóra. Ugye a legjobb az lett, és hát az volt, hogy felállhattam a felső fokára, és számítottunk is rá, hogy azért van rá esély. Kerekes László szerint Balázs későn érő típus, így nagyon sok tartalékkal rendelkezik, viszont oda kell figyelni a terhelés adagolására. Balázs egy olyan alkotó versenyző, ami bármit elérhet, hiszen alkatilag ehhez a technikához, amit mi most tanulunk, illetve alkalmazunk, ez tökéletes a testalkata. Nagyon jó versenyzőtípus, izomzata is, idő kell, még időkérdés, és szerintem sokra viheti. Amire oda kell figyelnünk, az a testalkata, hiszen azért ő nem egy pehelykönnyű versenyző, és a terhelés nagyon ennek megfelelően kell alkalmazni. Tehát ilyesmire gondolok, hogy nagyon nagy megerőltessük, hiszen azért 140 kilót szögdelni, illetve olyan gyakorlatokat végezni, azért az megterhelő. Mivel az idei világversenyekre nem reális cél a kijutás, Balázs a hazai versenyekre és a centiméterekben mérhető fejlődése helyezi a hangsúlyt ebben az évben. Mindenképpen szeretnék a nyári országos bajnokságon is legalább így teljesíteni, legalább a dobogóra, legalább egy ilyen eredménnyel, de mindenképpen szeretnék idén 18 métert lökni. A súlylökő elmondta, hogy távlati tervei között világbajnoki, Európa-bajnoki és olimpiai részvétel szerepel.